NB2 12. fordulójában Gyirmont SC Budaörs 5-3 mérkőzés követően Sós Imrét, Gyirmont vezetőedzőjét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Úgy gondolom, hogy egy nagyszerű első félidőt produkált a csapat, hiszen rögtön az elején sikerült gólt szerezni, és utána még további gólokkal el tudtunk lépni az ellenféltől. Azt tudtuk, hogy a Budaörsnek veszélyes kontrái vannak, ennek ellenére úgy gondolom, hogy megfelelően lezártuk ennek a lehetőségét, és nagyon jó első fél idő után úgy gondolom, hogy teljesen megérdemeltek, hogy az jutottunk. Félidőben megbeszéltük, hogy mit kell játszani az ellenfél ellen. Ennek ellenére nem az történt a pályán, előre kapott az ellenfél, és úgy gondolom, hogy a kicsit, mintha a halottakat is föl tudtuk volna támasztani, de összességében megérdemelt győzelmet kaptunk. Szenzációsan indult a mérkőzés, ugye 5. percben 2-0 vezettünk, de aztán szép tett ellenfél, viszont a szünetben úgy nézett ki, hogy 4-1-nél, hogy sok lesz közte. Mit mondtál a szünetben? Nyilván nem azt mondtad nekik, hogy álljanak le. Nem, én úgy éreztem, hogy az ellenfél a padlón van, és tovább kellett volna csinálni azt a játékot, amit az első félidőben nyújtott a csapat, azokkal a visszatámadásokkal, azokkal a helyzetekkel. Meg is voltak a helyzetek egyébként, vagy az ígyszer lehetőségek, meg azok a támadások, amik az első félidőben góllal fejeződtek be, csak jöttek a sorakozások, jöttek a megállók, megnyugtató az előny, úgy gondolom, hogy a játékosok fejébe egy kicsit elhaltatott bennünket az a fél eredmény. Cseri urat ki tudjuk emelni, aki szenzációsan játszik most már 7 óta, ma is jól játszott, úgy gondolom. De beszéljünk most egy kicsit a Molnár Balázsról, hogy az új igazolásunk ott a héten, hogyan értékeled ennek függvényében az ő teljesítményét? Hát az első félidőben mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a Balázs nagyon jól játszott, kellett oda a csapatba, stabilizálta a középpályánkat, nagyon jól forgatta el a játékot. Hát a második félidőben viszont kevesebbet segítettek neki azok a támadójátékosok, akik a pályán voltak védekezésben, és megmondom őszintén, hogy a végén egy kicsit izgultam, mert lehet, hogy a cserém, ami a végjátékban volt, oda egy védekező középpályáskor lehet volna bevélni, hogy több labdát tudjunk szerezni, és esetleg a kontrájunk veszélyesebbek legyenek, de hát úgy gondoltam, hogy hazai pályán inkább támadni szeretnénk. Ennek ellenére ugye 86. percben följött egy gól az ellenfél, és az utolsó 4-5 perc az így izgalmasra sikeredett, de szerencsére amúgy betalált és eldöntött a mérkőzést. Következik a videóton hete, ugye Gyirmonton. Szerdán jön a Liga Kupával a vidi első csapata, egy nagyon kemény mérkőzés elé nézünk. Mire számíthatnak a szurkolók? Hát én úgy gondolom, hogy a hasonlóban továbbra is a bajnokság szerepel, de hát természetesen minden válogatott szünet van, ezért a videóton biztos, hogy a legerősebb összeállításába fog ide érkezni. Remélem, hogy egy jó meccset fogunk tudni velük játszani. Biztosan mondhatom, hogy azok a játékosok kapnak inkább lehetőséget, akik eddig kevesebbet szerepeltek a csapatban, vagy éppen most a bajnoki mérkőzésen nem tudtak pályára lépni. Remélem, hogy a kilátogató nézők, akármilyen eredmény születik, egy jó mérkőzést fognak látni. És a válogatott szünet ugye kihat a hétvégére is, ahol a videótól második csapatához megyünk felcsútra, ahol ugye az állandó kérdés az, hogy kit adnak vissza, ki szerepel majd vissza a felnőtt csapatból. Milyen esélyekkel megyünk, mi a véleményed? Hát én úgy gondolom, hogy 11 játékos nem tudnak visszaadni. Fiatal emberek alkotják a videótól második csapatának a keretét. Elképzelhető, hogy egy-két visszajátszó van, de hát én úgy gondolom, hogy az Etoile is meg kellett volna nyernünk azt a mérkőzést. Vasárnap mindenféleképpen felcsúton is nyernünk. Köszönjük szépen, Sós Imrét hallottuk a Gyirmont TV-ben. Mérkőzés követően Lucsánszki Tamást, a Budaörs vezetőedzőjét kérdeztük, hogy hogyan látta a találkozót. Hát egyébként nehéz értékelnem az első 10 percben történteket. Kaptunk két olyan gólt, amit hát ezen a szinten nem lehet kapni. Az első, az lesgyanús szituáció volt, ennél nem szeretném erre fogni. Az első két gólnál egyszerűen a csapatom nem volt még fönt a pályán. Onnantól kezdve azt gondolom, hogy nem játszottunk rosszul. Mezőnyben voltak ügyes dolgaink, és a a harmadik gól az ugye megpecsételt a sorsunkat, így úgy gondolom én. Az is egy olyan egyéni hiba volt, amivel hát ezen a szinten ritkán lehet találkozni, és egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen helyzetben nagyon-nagyon nehéz
talpra állni, azt gondolom, hogy nekünk sikerült, és tényleg a második fél időben Rubi mondta, jó teljesítményt nyújtottunk. Elején elaludtatok, vagy mi volt az oka ennek a hirtelnek a két dolga? Ha tudnám az okot, sajnos azt kell mondjam, hogy sorozatos. Ezt az egy mondatot mondtam el a játékosoknak is az öltözőben, hogy a kudarc az akkor következik be, valaki azokat a hibákat sorozatosan egymást követően elvégzi, vagy tulajdonképpen ez az egyetlen egy oka lehet neki, hogy nem koncentrálunk előképpen, nem tudok másra gondolni. Nagyon-nagyon nehéz úgy futballni ilyen egyéni hibákkal, egy csapat vezet, főleg hazai pályán 2-0 ellenünk, gyakorlatilag 8 perc vagy 6 perccel telte után. A kapus cserének mi volt az oka szünetbe? Szakmai volt, hogy megsérült a srác? Nem, a kapus cserének az volt az oka, hogy én úgy éreztem az első fél időben, hogy már egy kevés lehetőség van a mérkőzésben. Én úgy ítéltem meg, hogy hibázott is, a kapus is meg akartam nézni. Éles körülmények között a másik kapusunkat, hiszen ő most érkezett a klubhoz nyáron, és éles mérkőzésen még keveset tudtam tesztelni. Ez az oka neki, hogy erre a fél időre mindenféleképpen szerettem volna megnézni életet. A mérkőzés előtt arról beszéltünk, hogy több van ebben a csapatban, mármint a ti csapatotokban, és az a másik fél időben be is bizonyítottátok, mert dicséret illeti a csapatotokat ezért a másik fél időben. Mi kell ahhoz, hogy ezen a holponton átrendüljetek, hogy eredményesebben tudjatok szerepelni, hogy ne kapjatok ilyen mérkőzéseken több volt, ugye most nem az első volt. Hát ugye megint csak azt mondom, hogy a mérkőzés előtti bevállalkozóban is mondtam, hogy valóban így van, több van a csapatunkban akkor, ha nem kínáljuk tálcán oda az ellenfeleknek a mérkőzés megnyerését. Tulajdonképpen ez történt ma is, hogy mielőtt még el is kezdődött volna a mérkőzés, akkor már 2-0 vezetett a Gyirmót. Én azt gondolom, hogy amíg ezeket a hibákat nem tudjuk kiküszöbölni, és ezek olyan hibák, amik ezen a szinten nem elképzelhetőek számomra, és sorozatos, még egyszer mondom, azt kell, hogy mondjam erre, hogy sorozatos, hiszen ezt mondtam, addig nem vagyunk előrébb valóak, de a második félidei játékunkkal egyetértek, hogy az igenis egy érett jó futball volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy még így ebben a ezen körülmények ellenére is. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánok! Köszönjük szépen!